Elsősorban védőnői alapképzettséggel rendelkező szakembereket vár az egészségügyi karon, a védőnői módszertani és prevenciós tanszék, BSC vagy a korábbi főiskolai diplomával. Bizonyos specializációk esetében, mint például a kórházi szakvédőnőnek, akár szülésznő végzettséggel is befogadják a jelentkezőket, bár a kórházi specializáció 2022. szeptemberében nem indul. A képzésünk 3 fél éves, hirdetjük mind nappali, mind levelező képzési formában. A képzés igazából egy magasabb szintű végzettséget fog mindenképpen jelenteni az itt végzetteknek a jövőben. Várhatóan kidolgozás alatt vannak új kompetenciairányok, illetve beépítésre kerültek az egyes specializációkba, illetve az alapozó fél évbe egyaránt olyan jelenleg továbbképzési szinten működő területek, amelyeket ezt követően, ha valaki az MSC képzést elvégzi, már magáénak tudhat a jelentkező. A védőnői szakterületen stabil az ellátottság. Nyilván az egyes generációk utánpótlására szükség van, de a szakma iránt általában stabil érdeklődés mutatkozik, vélekednek a szakemberek. Nappali és levelező támogatott, illetve költségtérítéses formában 30 és 100 közötti a felvehető keret. Összesen 4 specializáció került kidolgozásra, a területi szakvédőnő, az ifjúsági szakvédőnő, kórházi szakvédőnő és a család- és nővédelmi szakvédőnő. Karunk ebben az időszakban 2 specializációt indít szeptembertől, a területi és az ifjúsági irányt, és a jövőben tervezzük a másik 2 specializáció beindítását is. Már működő vagy egykori továbbképzési szintű területek kerültek a tananyagba, emellett a kórházi védőnők különképzése, sőt az iskolai védőnők szakképzési tananyaga is szerepel az oktatásban. Február 15-ig lehet jelentkezni a Debreceni Egyetem egészségügyi karára a rendes felvételi eljárás során.